Már kora délelőtt erejüket fitoktatva mászták meg a legkisebbek az ugráló várat az egyik mémfőcsanaki iskola udvarán. Többek között ez a program is nagyon népszerű volt a 6. családi és sportnapon, ahol kikapcsolódási lehetőségből egyáltalán nem volt hiány múlt szombaton. Én azt gondolom, a mémfőcsanaki városrész életében mindig is fontosak voltak a közösségi események, mely a helyi közösségek összefogásával tud megvalósulni. A mai nap is egy ilyen eseményről van szó, a helyi csapatok, a helyi közösségek fellépnek, szervezésben is bekapcsolódtak, illetve nagyon sok felajánlást kaptunk közösségektől és helyi vállalkozóktól is. Milyen programok várják az ide látogatókat? Rendkívül színes programokkal várjuk a kilátogatókat. Lesznek sportbemutatók, táncos műsorok is lesznek, a legfiatalabb generációtól a legidősebbekig mindenki fel fog lépni. Emellett különböző állomásokon lehet kipróbálni ügyességi játékokat. Itt van kukaberci is a gyerekeknek, van közösségi kemence, szűrések az idősebb korosztálynak, és természetesen a kicsiknek a legnagyobb kedvence, az ugrálóvár sem hiányozhat a mai napról, emellett arcfestés is van még ezen kívül. Az esemény fővédnöke Borkai Zsolt polgármester volt, aki a közösség erejéről beszélt köszöntőjében. Tulajdonképpen a család és sportnapnak a kezdeményezése képviselő asszonytól és képviselő úrtól származik, és jó dolog azt látni és érezni, hogy így az itteni közösségek ehhez a nagyon-nagyon jó dologhoz kapcsolódtak. Miért is jó dolog? Hát azért, mert családban élünk, és a család a legközvetlenebb és legkomolyabb kötelékünk. Ugyanakkor pedig egy kicsit szeretnénk azt is hirdetni, hogy közösségben mennyire jó és mennyire jó lenni, és mennyire jó sportolni, mennyire jó mozogni. Talán tudják önök, hogy ebben a városban igyekeztünk olyan közösségi tereket kialakítani, ami több funkcionális, és ebbe nagy mértékben beletartozik az a része is, hogy lehet mozogni, de ebbe természetesen nem csak a sport tartozik, hiszen mozgás különböző nem csak sportágakban, hanem különböző ágazatokban is lehet üzni, és öröm számomra, hogy most ennyien eljöttek. Amíg a legkisebbek az Ovi Fitness órákon tanultakat mutatták be a közönségnek, addig a Free Fighter sportegyesület karatékái melegítettek be nem minden napi bemutatójukra. A 6. mémfőcsanaki családi és sportnapon a Győr Plusz Média környezettudatos manója Kukaberci is játékos feladatokkal várta a gyerekeket.